Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Méreg Attila vagyok, ez itt a Rockbook Podcast legújabb adása, ahol online bekapcsolódik Kátai Tamás. Szervusz Tamás, köszönöm szépen, hogy tudtál időt, energiát szállni erre a beszélgetésre. Hello, köszi, hogy itt lehetek. Október 15-én posztoltátok az Alföld albumotokat, jelölték a Preis der Deutschen Schallplattenkritik, ez magyarul a német lemezkritikusok díjára, 2023-as év negyedéves listáján, amelyhez ezúton is gratulálok, hogy mit kell tudni erről a jelölésről és magáról a díjról, egy kicsit mesélj nekünk erről. Köszi szépen, én az égvilágon semmit nem tudok erről. A kiadó küldte, hogy lett egy ilyen jelölés, én akkor adtam először erről az egész dologról. Szerintem annyira nagy jelentősége nem lehet. Csak mert rákadítottam az oldalra, és akkor van 2200 like. Úgyhogy szerintem nem olyan nagy ügy ez. De tök jó. És korábbi jelölések, díjak, amit azt mondod, hogy egy mérföldkő volt, meghatározó, motiváció szempontjából fontos volt számodra? Nyertünk egy ilyen fonogram díjat a Vadakkal. Régebben kicsit nagyobb súlya volt szerintem ennek, de most már ez így senki nem is tudja, hogy tavaly kinyert, meg hogy idén kinyert, tehát így ennek nincsen nagy jelentősége szintén. Azért van igazából kisebb jelentőség ennek a fonogram díjnak, mert vannak még olyan zenekarok, vagy olyan zenészek mondjuk, akik szerint ez így, akik még úgy voltak, hogy ez egy fontos dolog, és akkor, hogyha ezt meglátják, akkor egy kicsit komolyabban tudják venni a zenekart. A valós értéke szerintem ennek csekély. Máshogy megközelítve a kérdés, hogy ott valaki alkotó, előadó művész, a kezébe foghatja akár a bakelit lemezt, a CD-t, lenyomja az utolsó entert, hogy kész van az album, vagy színpadon áll, és akkor a közönség visszajelzését vesz. És bár a TC zenekar 98 óta létezik, elég sokat kellett várni nálatok, hogy az első koncert, ami a Fekete Zajon megtörtént, amiről van is felvétel. Te melyik típus vagy, hogy az entert lenyomod, vagy most már, hogy volt koncert, a közönség visszajelzése, hogy neked mi az, ami azt mondod, hogy egy olyan visszajelzés, hogy igen, ezt megcsináltam, elértem valamit. Ez elég fura dolog, mert ugye az szokott lenni, hogy mire ugye kész van a lemez, addigra, tehát azután körülbelül eltelik majdnem egy év, volt, hogy másfél év is, mire meg is jelenik. Ugye a zeneipar struktúrájában adódóan, meg a kiadónál, ahol én vagyok, ott sok zenekar van, ott előre be vannak táblázva a dolgok, és hogy nem lehet egyszerűen azt megcsinálni, hogy itt két héten belül már kint is van a lemez, ugye nem is tudják legyártani annyi idő alatt, és így igazából, mire ezt más is hallja, addigra én már réges-régen a következőben vagyok. Tehát emiatt el van tolódva, most is például el van tolódva az egész, és hát így, én igazából nem szoktam ezt így érezni, hogy akkor most kész van, mert két hétig akkor így kicsit nincs kedvem semmihez, de aztán megint újra kezdődik, és akkor írom a következőt. Itt, hogy elítetted, hogy nincs kedved semmihez, de hogy utánad jártam, megnéztem a fotós oldaladat, és én azt gondolom, hogy a természet az fontos inspiráció számodra, ezt így jól érzem, vagy ha még van egy-kettő olyan dolog, film, alkotó, ami inspirál, motivál, hogy egy újabb albumnak neki fog, mik ezek? Nem tudom, nem szoktam, nincsenek nagyon ilyenek. Tehát úgy értem, hogy így akkor is tudok általában dolgozni zenéken, amikor nincs egyáltalán körülöttem semmi dolog, ami befolyásolna. Tehát ez így magamtól jön, vagy belülről jön, azt vettem észre. És nyilván volt olyan lemez, például a Skür lemez, a 2015-ös Dajgatafalk lemez, ami kifejezetten a Skót felföldnek a nyomására született, hogy mondjak ilyet, és az egy olyan volt, de többire így nem nagyon tudnám azt mondani, mindig épp az aktuális élethelyzetem az, ami kicsit talán befolyásolja nyilván magát a zenét, de egy konkrét dolgokat nem nagyon tudnék felsorolni. Ha nézzük a Fekete Zajos fellépést, ahhoz három számban játszottál, és hogy milyen érzés volt először színpadra vinni a TC-t? Hát ugye úgy volt, hogy nem is lépek fel egyáltalán, ez csak egy ilyen spontán dolog lett, hogy végülis nem volt basszusgitáros abban a három dalban, meg ugye ott a barátaim játszottak, tehát konkrétan, és akkor így móka volt akkor fellépni velük, meg nekem ez azért volt nehéz, mert ugye én előtte szintetizátoron játszottam a Zsírban, élőben, az előző zenekaromban, és én nem basszusgitároztam egyáltalán korábban. A lemezeken ott fölbózkodtam valamit, de az ugye teljesen más, mint amikor élőben kell játszani, és így emiatt nekem ez egy elég nagy kihívás volt így elsőre, de tök jó volt, meg mindenki jól érezte magát, és utána azt láttam én is, meg mindenki más is, a zenekarból is, hogy ez így tud működni, és esetleg érdemes lenne kicsit akkor ezt rendszeresebben megcsinálni, csak akkor nem ilyen 26 fős
vándorcirkuszként, hanem rendezzenekarként. És utána ebből lett az, ami most van. Itt ez a 26 fő, ez nagyon soknak hangzik, ez így pontosan mit szakszor? Hát 26 embert takar, akik a színpadon voltak, és hát azért kellett így megoldani, mert viszonylag rövid idő volt a felkészülés, tehát ezt májusban találtuk ki, és augusztusban volt a koncert, és hogy ne kelljen mindenkinek 15 számot megtanulni, hanem akkor 3-4 per fő, és akkor volt konkrétan 3 vagy 5 zenekar, azt nem, tehát 5 különböző felállás volt kisebb-nagyobb átfedésekkel, és akkor mindenki csak 3-3 dalt játszott. Tehát így pont elég volt, mert tényleg úgy volt, hogy annyi idő volt, ennyi időre tudtunk felkészülni arra, mondjuk arra 3 dalra, így úgyhogy hogy színpad képesen. Tehát így több, az sok lett volna nekem. De szerintem mindenki másnak is. Tehát így ez csoda, hogy egyáltalán belefért, hogy mindenki fel tudott rá készülni, és így lement így korrekten a dolog. Úgyhogy ez szerintem a lehető legideálisabb volt, és abból ennyit lehetett kihozni maximum. Itt a Fekete Zaj mellett, azért meg kell említeni, hogy csináltatok 2 akvárium koncertet, majd volt Budapest Park, Brutal Assault Fesztivál, ami Közép-Európa legnagyobb extrém metal fesztiválja, hogy ebből a 26 főből végül miként állt össze a végleges TC csapat. Erről mit lehet így meg elmondani? Hát a 21-es zajos fellépés után megnéztük, hogy akkor ki az, aki ráérne, ki az, akivel tudunk rendszeresen próbálni, meg szeretne is ebben részt venni, és akkor így lett egy 8 fős zenekar, egy állandó zenekar, és azóta is ez változatlan. És ővelük megyünk, amerre megyünk néha. Mikor bizonyosodtál meg arról, hogy a TC rend nagy lett az érdeklődés, már nem csak az underground szinten, hanem annak ellenére, hogy a zenekar az első koncertig bezárólag még egy koncertet sem adott, tehát nem volt felállás. Így ha nézed, így mi volt az első olyan nagy visszajelzés, hogy itt azért tényleg egy ismertebb projekté kezdesz válni? Az zajos dolog volt, hogy a teltházat csináltunk a 2021-es zajon, ami előtte nem volt még, és azért látszott, hogy sok embernek ez nagyon fontos nézők között, ez így valahogy látszott, valahogy lejött, és hát úgy éreztük, hogy ez így egy izgalmas dolog, így, és hogy működnek a dalok élőben, mert ez ugye nem volt egyértelmű, mert eddig soha nem játszottunk élőben egy darab dal sem. Ugye azt szeretném elmondani, hogy mi ketten alapítottuk a zenekart, Juhász János gitárossal 98-ban, és 2011-ig mi ketten is voltunk a zenekarban, és de csak stúdióban, tehát mi csak lemezeket vettünk fel. És utána én egyedül maradtam, és akkor én vendégzenészekkel is dolgoztam, és mindegyiket csak stúdióban vettük fel, és nem volt koncert. És akkor 2021-ben lett végül is, 23 évvel később a zenekar alakulása után lett először egy ilyen élő valami, és egyáltalán nem volt egyértelmű az, hogy ezek a dalok működni tudnak koncerten is. És akkor ott úgy tűnt, hogy igen, ez tudna működni, és a közönség is szerette, meg mi is jól éreztük magunkat, én is jól éreztem magam, és emiatt gondoltuk, hogy akkor legyen, és ott már látszott, hogy azért sokan szeretik ezt, így a hosszú idő után, így 20 év után elég viszonylag nagy lett így az a tábor, aki így követi a zenekart. Ez egy ilyen folyamatos dolog volt, így nem veszélyem az ember észre, én szerintem. Én is csak dolgozom, csinálom azt, amit szeretek, most is így még mindig ugyanaz a motiváció van, mint a legelején, hogy lemezeket szeretek írni. Nekem ez a legfontosabb igazából, és ez a koncert dolog, ez ilyen bónusz, ami így tök jó, de nem emiatt kezdtem releve zenélni, hanem maga az alkotás folyamata miatt. És hogy az inspirál még mindig, és azt amikor így népszerűbbé vált, azt így nehéz megmondani, mert igazából azóta, mióta van koncert, azóta látható is, mert addig én nem nagyon láttam ezt. Csak ugye kijöttek a lemezek, és akkor kész. Tudomásul vettem, utána írtam a következőt, tehát nem volt igazi visszajelzés, de az már egy kézzelfogható visszajelzés, hogy elmennek az emberek a koncertre. Ez egy izgalmas pálya, hogy nem sok ilyen zenekar valami 20, nem tudom, pár után kezd el először játszani, és szerintem ez így pont jó volt. Belehallgatnak az emberek az albumaidba, azért érzik, hogy nagyon sok műfaji elemet használsz, ugye folk, metal, ambient. Eljátszanánk a gondolattal, hányféle zenei stílust tudnál egy koncert
programba belerakni, vagy ez mennyire fontos, hogy így harmonizáljanak egymással, hogy milyen koncepció van akár a fejedben, vagy milyen koncepciókkal játszol el még így a jövőre való tekintettel? Az a jó ebben, hogy van akkor a szabadságfok, hogy nem kell foglalkozni a különféle műfaji határokkal, és így igazából tényleg azt csinálok, amit akarok. És emiatt nekem nagyon szerencsés helyzetem van. Azt gondolom, hogy van rá lehetőségem, hogy én csak játszhatok. Ez egy nagy játék. És hogy erre még mindig van, és hogy még ráadásul igény is van rá, és akármit csinálok, a kiadó az így legalábbis eddig így kihozta, meg én csinálom a borítókat, meg tényleg ami a kreatív kérdésekben abszolút szabad kezet kapok, és ez egy óriási nagy lehetőség, és ez egy ajándék. Így mondtad, hogy nagyon sok mindent te fogod akár a borítóval is. Így adódik a kérdés, hogy ez neked hatalmas szabadság, vagy azért jó lenne néha, ha lenne mellette legalább egy-kettő kreatív tag, akivel lehet akár vitatkozni, kreatív nézeteket akár ütköztetni. Tehát ugye én játszottam rendes zenekarban is a Zsírban még 2007-ig, és ott megvolt, tehát én azt is tudom csinálni, és az is teljesen jó volt. De itt az van a TC-ben, hogy annyira, néha olyan csapongó tetején vannak, és nem tudom, hogy szóval valószínűleg nem nagyon sokkal tudnák tolerálni azt, hogy kitalálok valamit, és akkor az utolsó héten így kitalálom, hogy teljesen más legyen a cím, vagy más legyen a borító, vagy kihagyjuk egy számot, mert most jobb ötletem van, és így nekem így igazából azért, szerintem azért tudott idáig eljutni ez a projekt, mert ugye mindig ezt csináltam, ami amúgy eszembe jutott, és lehet, hogy ezt nem lenne érdemes megváltoztatni, mert akkor változna egy kicsit az egész, és lehet, hogy pont elveszne az a plusz, ami most talán benne van még. Értelek. És a 10 év Skócia mellett szerintem nem mehetünk el, hogy ezt fejtsd ki nekünk, hogy ez a 10 év Skócia, az a természet, időjárás, klíma, emberek, így milyen hatással volt az alkotói oldaladra, ez mennyire szivárgott be a zenédbe? Hát nyilván teljesen. Tehát én azt hiszem, hogy a Rókas a rádiólemezt, azt Makón vettük fel egy részét a gitároknak, de azt már kint Edimrában fejeztem be. És onnantól kezdve volt a Rengeteg, a Skür, a Meta és a Geometria, ezeket a lemezeket, ezeket mind kint készítettem, és még a Naív lemeznek egy részét is még kint. De azt már Budapesten fejeztem be. Tehát ezeken az érződik szerintem az ottani légkör, főleg a Skürön, és nyilván, hogyha a Magyarországon vagyok, akkor azok nem pont így készültek volna. Biztos, hogy lettek volna akkor is lemezek, de nyilvánvalóan, hogy más milyen jellegűek egy kicsit. De én az alatt csináltam, volt nekem a Neolunar projektem is, meg volt egy szólólemezem is, ami szintén ott kint készült, és azok is nagyon, nagyon ilyen esős, skótos jellegű zenék. Szóval szerintem azért nyilván ez érződik. Meg ezt mesélted is szerintem az afterben, hogy hozzá nagyon is közel áll ez a fajta időjárás. Tehát, hogy ez inspirál, relaxál, megnyugtat, komfortos neked az a fajta klíma, ezt hogy tudod megfogalmazni? Hát én szeretem az esőt, nyilván ezt nem is tudom vék alá rejteni, egy csomó dalszövegemben benne van, meg címekben, és már ilyen paródiaszerű ez a dolog, de és most is lesz az újban is természetesen, bár most már direkt belerakom. És én nekem ez kifejezetten tetszik. Én nyáron szenvedek, mint a kutya. Tehát én gyűlölöm a nyarat tényleg, nem fizikailag nem nehezen viselem. És nekem ez, ami most van, most október van, ez nekem a kedvenc évszakom, október-november, ez a kettő szokott lenni, amikor a legaktívabb tudok lenni, meg a legproduktívabb is. Izgalmas érzés ez, amikor kicsit, ha nem is vihar van, de hogy jó nagy eső van, és akkor én bent, de akkora jó igazán, persze, amikor ben vagyok a szobában, és akkor kifele nézek, és akkor a legjobb, de hogy kopog az ablak üvegen az eső, és nekem ez megmaradt valahogy ez a kép, és valahogy mindig ezt próbálom így visszaidézni, mert akkor így jól érzem magam. Nekem az ilyen nosztalgikus gyerekkori élmény, nem tudom, én lehet, hogy valamikor volt valamilyen élményem, ami így bennem ragadt, csak nem emlékszem micsoda, és emiatt nekem mindig egy ilyen izgalmas. Skócia a második otthonomként nevezted meg az egyik interjúban. Van még Skócián kívül olyan hely a világon, ahol hosszabb, rövidebb időre el tudnád képzelni az életedet, akár kreatív energiák miatt, zenei inspiráció véget? Nem nagyon tudom megmondani ezt, mert én nem voltam máshol hosszabb, rövidebb ideig igen, de egy-két hétnél tovább nem. És emiatt azt tudom, hogy Skócia az okés, az működik nekem,
Magyarország is tud működni, de aztán csak elméleti dolgokat tudok mondani, és ami egyáltalán nem biztos, hogy működik. De észak-észak nyilván. Nekem legalábbis Finnországban voltam kicsit sokáig, hát itt 2 hétig, és az nagyon tetszett nekem. És így, ha úgy nézzük, hogy akár természet oldalról, éghajlat oldalról, vagy akár zenei lehetőségek oldaláról is észak fele gondolkoznál el? Ez a zenei lehetőség dolog, ez igazából nem aktuális, mert itt is meg tudom csinálni, meg akárhol meg lehet most már csinálni azt, amit szeretne az ember. Tehát nem, technikailag ez már nem releváns kérdés nekem legalábbis. Nyilván amiatt releváns, hogyha koncertezni szeretne az ember, mert az egész más kérdés. Mert például én Skóciában azért is nem is merült fel, hogy legyen koncert, mert nem volt kivel. Tehát itt teljesen más volt ott Edinburghben a zenei közeg, mint Magyarországon. És ott nem is volt egy kis lehetőség sem erre. És emiatt az egy más kérdés. De hogyha alkotói szempontból nézem, akkor gyakorlatilag nem számít. Én csak az élet minőségét nézem, akkor... Hát akkor ugye én inkább ilyen északi ember vagyok, tehát én nekem az van inkább a mediterránium helyett. Egy dalnál neked mi adja általában az első ihletet? Van egyfajta ilyen origó, mert ahogy így hallgattam a zenédet, a képi világot, ahogy szeretnéd megjeleníteni a zenével és a szöveggel, ez így nálad az alkotói folyamatban hogy néz ki? Van esetleg egy ilyen origó, egy ilyen kezdő löket? Nincs, nem tudok ilyet mondani, mert mindig másképpen jön ki, és addig is jó, amíg ezt nem is tudom leírni ilyen matematikai képlettel, mert addig nekem is izgalmas. Onnantól kezdve, hogy így megvannak a minták, az már nem annyira inspiráló, meg így akkor elveszíti ezt az izgalmi faktort, ami még nagyon örülök, hogy még mindig van bennem. Tehát, hogy így teljesen ezzel tudok foglalkozni egész nap, ha eszembe jut valami, hogy akkor csak ezt csinálom, és még mindig izgalmas ennyi év után is. Hogy remélem, ezért eltart egy darabig. Biztos, hogy előbb-utóbb bejön az, hogy így már most már tényleg nincs kedvem semmiesre zeneileg, de még nem tartok ott. És a zenészeket, akiket kiválaszt ezt a 26 zenészt, őket miként találtad meg? Meg akikkel az albumon együtt dolgozol, őket internet, kutatás, ajánlások, mert gondolom neked is a zenészek inspirálhatnak, azért mégis vagy egyfajta közös munka, hogy ez is hogy néz ki nálad? Hát az a 26 dolog, az ugye akkoriban úgy volt, hogy én nem akartam játszani, mert nem, úgy gondoltam, hogy ezt nem lehet, mert nem akartam ezzel foglalkozni, és azt helyettem csinálták meg. Tehát az nem az életetlen volt ez az egész koncert, hanem az Adorján Balázs találta ki, és akkor ő szervezte össze az egész zenekart, azt a sok embert, és ő intézett mindent, és akkor csak annyi volt, hogy megkérdezte, hogy ez részemről rendben van, és persze, természetesen rendben volt részemről, és az úgy alakult ki. Tehát ez nem az én ügyem volt, de nyilván az jó volt, hogy nagyon sok olyan ember volt, akit már korábban ismertem, vagy tudtam kicsoda, és így, sőt, a barátaim is voltak benne, és ez egy fontos dolog. És az is fontos dolog, hogy a mostani felállásban az a 8 ember, aki együtt van, hogy ők is emberileg nagyon közel állnak hozzá, meg egymáshoz is. És tud működni ez a dolog. Anélkül nem is lenne értelme. Én mondtam is, hogy úgy szeretném csinálni, hogy jó munka legyen az elejétől. Tehát, hogy nem munka legyen ez, hanem érezzük jó magunkat, mert nekem erre nincsen szükségem igazából, csak úgy, hogyha okés az egész. Tehát ez nem létszükséglet, hogy legyen koncert. Csak akkor jó, hogyha mindenkinek oké. És akkor így szerencsére olyan embereket sikerült találni, hogy annyira sikerült összerázódni is, hogy mindenkinek ez így egy nagy élmény egyelőre, és egy nagy utazás, és mindenki egyformán nyomja. És emiatt ez jól tud működni. A lemezeken az egész más ügy, mert ez egy teljesen két külön történet. A koncert meg a lemez, és a lemez az jönnek, mennek, tehát ott is van átfedés. Tehát most a következő lemezen is szinte mindenki játszik az élő zenekarból, egy-egy dal erejéig, vagy egy-egy szóló, vagy egy-egy ének téma erejéig. És azon kívül vannak olyanok, akik, mit tudom, vannak olyan hangszerek, amiket egyszerűen én nem tudok eljátszani, nem tudok rajtuk játszani, de szükséges, de egy szakszofon, vagy egy nagy bőgő, és akkor oda kell külön valaki, és azt innen-onnan össze lehet szerezni ismerősök által, vagy a net által.
Utána, hogyha megvannak a megfelelő alkotótársak, ez ilyen közös munka, vagy inkább megmondod nekik, hogy mit vársz, mit szeretnél, és akkor körülbelül azt elküldik, vagy ebben van azért ilyesfajta koll. Mind a kettő szokott lenni, tehát általában nekem van elképzelés, hogy megvan maga a dalnak a vázlata, és akkor meg vagy hova, nagyjából mit, de én szoktam mondani a hangszereseknek is, hogy ez oké, játszatok el, de játszatok rá valami olyat, ami úgy gondoljátok, hogy illik, mert ti tudjátok, hogy a hangszerem mi szól jól, hogy mit tudtok jól eljátszani, mi az, ami nektek fontos, és nagyon sokszor meglepnek, és akkor olyan dolgok kerülnek be, amire én nem is gondoltam, és vagy hogy sokkal jobbak is, mint amire én gondoltam, és akkor az kerül a lemezre. Vagy olyan is van, hogy én kiveszem, és teljesen másik dalba kerül bele az, amit játszottak. Mert ez egy ilyen izgalmas legózás, és ez az, hogy az ember nem tudja az elején, a dal elején, hogy milyen lesz a dal vége, hogy hova lyukad ki, és ez így jó. És már így a dalokat boncolgatjuk, hogy hogyan épülnek fel. Egyes dalokban a bejátszások, szövegrészletek a lemezen honnan jönnek? Hirtelen ötlet, vagy ez tudatos keresés? Itt például gondolok az energia megmaradás törvénye, vagy a Piros-sárga című dalra, a 2021-es Vadak albumról. A Piros-sárga elején, igen, de az onnan van, hogy nekem az megvan, van egy kazettám, egy orosz nyelv kazetta 1986-85-ből, azt én bedigitalizáltam még a 2000-es évek elején, hogy megmaradjon, és akkor abból ilyen hangmintákat szoktam kivenni. És azt hiszem a rókasa óta így majdnem minden lemezen van belőle egy, de már direkt berakom, hogy ez egy ilyen running gag, hogy bekerüljön. Mondjuk az újja most nem lesz, de mert később jutott eszembe. De ezek így bekerülnek, tehát így ahova illik, oda beszoktam tenni. És mi volt még? A energia megmaradás. Ja, ott meg, az meg csak a Wikipédiáról van egy kis szövegrészlet, pont az energiáról, és akkor azt felolvastattam. Az nem is élő ember olvasta fel, hanem az valamilyen speech generátorral csináltam direkt azért, mert ugye ezt igényelte a szöveg is. Tehát ott annak oka volt, hogy az nem élő ember mondta fel. És ez inkább intro vagy gag, ezt hogy tudnád így körbeírni? Hát ez a dal része. Tehát ez fontos, hogy nyilván ezek nem öncélú dolgok, hanem fontos, hogy a dalnak a jelentéséhez hozzájáruljanak, vagy elvigyék valamilyen irányba. Érdekel a világegyetem rejtélye titka, vagy inkább ez csak egy szimpla kíváncsiság a végtelen univerzum felé? Ezt azért kérdezem, mert az Alföld is egy csendes végtelen, olyan perspektívává nézzük, ha olyan perspektívába nézzük, mint az univerzum. Valamilyen szinten ez érdekel, bár én nem vagyok ugye természettudományos vonalon erős, mert én magyar-angol szakon végeztem Szegeden. Ez a biológia, kémia, fizika, matematika vonal, ez sokkal később, ez magamtól így kicsit elkezdett jobban érdekelni. Szóval én ezt nagyon nem értek igazából, csak így szeretem az irodalommal ezeket így összerakni, és ebből kijön sokszor ilyen váratlan, izgalmas anyag, és így összekombinálom őket sokszor. De mondom még egyszer, hogy így tudományos alapokon nem igazán nyugszik az, amiket én szoktam összehordani ott. Engem csak érdekel az irodalom és az érzések. Ez inkább ilyen metafizika, ha lehet erről beszélni. Tehát az a vonal, nem a spirituális vonal. Itt az elmúlásra gondolsz, vagy a vágyódás a végtelen felé? Hát ez benne van az elejétől kezdve, ugye már a zenekarnak a neve is ez erre utal, meg állandóan ez megy, nem tudom miért, de ugye mindig idejük adok ki, hogy ezért halál, és akkor ez szokott egy visszatérő motivum lenni. És a születés, ha már alfa és omega, tehát ha omegát így behoztuk a születés? Ne, nagyon érdekes, mert arról például soha nem írtam semmit. Még nem írtam semmit, ja. Hogy érzed magad, amióta, hogy hazajöttél? Milyen szembetűnő változásokat érzékeltél? Ezek inspirálóak, vagy inkább az alkotásra fókuszálsz, a szobába, a egyedül létben? Nyilván ez nem egy fekete-fehér dolog, hát itt a családom, és emiatt ez nagyon fontos, itt Magyarországon, meg hát ez a kultúra az, amiben ugye felnőttem, meg ezt viszem magammal. A mindennapi élet az azért más. Tehát én kint úgy, hát azért nagyjából azt mondhatom, hogy talán boldogabbnak éreztem magam, úgy könnyebb volt az élet. Tehát nyilván ott is dolgozni kellett, tehát ez, de amellett valahogy így nem azt éreztem, hogy
hogy minden nap harcolni kell valaki ellen, vagy így küzdeni kell állandóan, hanem így hagytak normálisan élni. És itt Magyarországon azért ez nem, itt nehéz. Azt gondolom, úgy érzem, hogy sokkal nehezebb élni, nem pusztán anyagi szempontokat figyelembe véve, de azokat is. De ugyanakkor ez egy nagyon szép ország itt is, meg itt jó emberek vannak itt is, és a kultúra is nagyon szép, és van elég dolog, ami jó, és abból kell táplálkozni, és erre figyelni, és ezt a részét gazdagítani az országnak. Itt mondtad, hogy a idézésen akár táplálkozni, hogy a pozitív dolgok, és akár a negatív dolgok is tudnak inspirálóak lenni rád a mostani időszakban? Én szeretem, hogyha a pozitív dolgok lennének inspirálóak inkább. Nyilván könnyű dolog a frusztrációból is teremteni valamit, de én van abból is azért benne most az új lemezen is, de azért többségében inkább azokra a dolgokra koncentrálok, ami pozitívan hat rám. Bár most, hogy belegondolok, mert az Alföldet is, hogy az is elég sötét lett. De az univerzálisan sötét, tehát ez mindig ilyen volt. Tehát az a fajta sötétség, az benne volt a zenében a legelejétől is. Tehát ez igazából független a környezettől. Sokat fordult a világ veled is, tehát Magyarországra költöztem, a TC-vel is, amióta az első koncertek lezajlottak, hogy mik az ilyen publikus információk, amiket így el lehet mondani, akár időpontok, akár a zenekar további jövőjét illetően, ez így most mennyire látsz előre, mik amik általánosan elmondhatók? Most játszottunk 2 héttel ezelőtt Romániában, vagy 1,5 héttel ezelőtt Bukarestben és Temesváron, és még lesz 2 koncertünk idén, az A38-on, november 21 és 25, a Kalákával játszunk az első nap, és a Master Boot Recorddal, az olasz zenekar velük szombaton, de hát ugye ezekre már elfogytak a jegyek, úgyhogy ez így már nem látogatható, és jövőre is lesz, van már egy koncertünk, amire van kötve, csak nem publikus, ezért aztán nem mondhatok semmit se, de lesz majd egy már biztosan. Én is csak eddig látok, tehát idáig van nekem is ezzel kapcsolatban információm. A lemezkészítés meg most zajlik éppen. Tehát most így ezen a héten így már valószínű lesz valami hallgatnivaló, ami ki visszajön a stúdióból, és akkor tudunk fele haladni előre a keverés részével. De hogy ez mikor jelenik meg, hát ez leghamarabb jövő év második fele, ugye, mert az Alföld az idén júniusban jelent meg. Tehát így azt minimum 1 évet tartani kell, nem azért, mert én úgy akarom, hanem egyszerűen technikailag ez nem megy másképp a kiadó részéről. Mert hát végül is ez igazából jogos is, tehát észszerű is. A zenekar milyen hatással van a te alkotói fázisodra, vagy a zenekar az megmarad csak a színpadnak? Hát egyelőre úgy néz ki, hogy megmarad csak a színpadnak, mert én teljesen függetlenül mindentől szoktam írni a lemezeket, és azért szeretem, hogy így maradjon, mert akkor nem kell kötni kompromisszumokat semmilyen szinten. Például most is össze-vissza vannak angolva a számok, tehát egyik így, másik úgyis fogalmam sincs, hogy élőben hogy lesznek előadva, de ezzel nem akarok foglalkozni, majd ha odaértünk, hogy játszani kell, akkor majd kitaláljuk, hogy mit játszunk, vagy hogy játszunk, vagy átírjuk, vagy nem játszunk. Ez teljesen másodlagos. Tehát a lényeg az, hogy a lemezen, ami van anyag, az örök időknek szól, és az a legfontosabb. A te részedről és a zenekar részéről szeretnétek több időpontot, ha ilyen nagy érdeklődés van, meg mesélhetsz, hogy milyen volt Erdélyben, Temesváron fellépni, vagy ezt így hogy érzitek, milyen balanszot, milyen egyensúlyt szeretnétek ebbe tartani jelenleg, meg a jövőre való tekintettel? Hát nekem eleve az volt a koncepció, hogy én nem akarok minden ára játszani mindenhol. Tehát, hogy ott játszunk, ahol van közönség, meg van igény, meg kényelmes. És emiatt nekünk ez ugye idén 8 koncertünk lesz most, hogyha megcsináljuk tényleg a hajót, tavaly volt 4, tehát ez 2 év alatt 12, ami az évi 6, azt szerintem így nekem így mondjuk teljesen tökéletesen elég. És főleg Magyarországon, tehát én Magyarországon semmiképp nem akarok többet játszani, mert így megmaradt kicsit a különleges státusza is a zenekarnak, meg nincs is nagyon hol. Tehát én
mindenféle, tehát ilyen fesztiválokon itt-ott tudunk játszani, de nem akarunk mindenhol. És így ez a tempó, ez nekem oké, külföldön lenne kicsit többet, de ott se igazándiból akarok így akárhol játszani, csak azért, mert van rá lehetőség. Hanem úgy, hogy kényelmes legyen, meg ne kelljen ez, hogy mert most a romániai koncert az például olyan volt, hogy ott két nap, tehát Bukarestben játszottunk, Temesvár, aztán Bukarest, és akkor nagyon sokat kellett busszal menni. De nagyon jó volt, tehát jó móka volt, de nem tudom, hogy így olyan sokat akarnék ebből, mert hát így kuriózumnak oké, de hogy ezt így rutinosan, rutin szinten, mint havonta, vagy két hetente, ez biztos, hogy nem menne nekem. Én már ez öreg vagyok, tehát mi ezt megcsináltuk a zsírral, de tényleg már ez már megvolt a zsírral, és akkor ott végigmentünk ezen, tehát meg a zenekar többi tagja is már, mi nem vagyunk, tehát nem 20 éves senki sem. És már megvolt ez. Tehát már is nincsen szükségünk erre mindenáron. Szóval ez az 5-6 koncert évente, ez nekem oké is. Akkor máshogy kérdez, hogy vannak olyan helyek, akár atmoszféra, színpad, közönség miatt, ahol nagyon szívesen kipróbálnád magadat, kipróbálnátok magatokat, tehát itt akkor másképp hol lépnétek fel? Na hát ez például jó kérdés, mert én például szívesen játszanék olyan helyeken, amik ilyen különlegesek. Tehát tényleg nem ilyen hagyományos rock fesztiválokon, vagy metal fesztiválokon, hogy az egy nem nagyon izgat engem, szóval hanem inkább ilyen olyan helyeken, ami nem egy szokványos, és egy különleges atmoszférát nyújt. És konkrétan nem tudok, most így nincs a fejemben semmi, de ilyenekre vadászunk inkább az, ami számunkra így fontosabb lenne. Hát ezért is van az, hogy mi is általában, hogyha játszunk vendégszenekarokkal, akkor általában olyanokkal szoktunk, amik nem ebben a műfajban dolgozik, hanem egy kicsit különlegesebb és izgalmasabb így emiatt az ügy, hogy más közegben mozognak. És de érdekes zenét játszanak. És ezért játszunk most a Kalákával is, ami nekem egy nagyon régi kedvencem, meg a Jokewell volt, aki cselló játszik, a Lissinnel, ami egy francia énekesnő, és ilyen vendégzenekarokkal szoktunk fellépni, inkább mert ez nekünk is izgibb. Itt akkor említsük meg mondjuk a Kalákát, hogy mondtad, hogy ez már régebbi projektet, hogy itt mit kell elképzelni, mi volt a koncepció, hogy fog ez a koncert majd? Annyit tudunk, hogy a Kalákkal lesz előttünk, és akkor ők játszanak egy programot, mint egy órát, és akkor kész. Tehát ez a nagy ötlet. Hát ugye ők lesznek előttünk, és utána mi játszunk. Mi az Ember Solyom című dalokat ugye feldolgoztuk 20 buszban, és azt ismerik, mert elvittem a lemezt, és akkor beszéltünk is, de ennél behatóban én szerintem ők azért nem vágják ezt az ügyet, és ez nem is baj, de nem beszéltünk semmit. Én annyit mondtam nekik, hogy azt tényleg javaslom, hogy az Ember Solyomat azt játsszák el, mert biztos, hogy az hálás lesz érte a közönség, mert nekik is jó lesz, de nem akarunk ebbe beleszólni egyáltalán. Nem volt megbeszélve semmi. Azt játszanak, amit egyébként szeretnének. Nem is akarok én ebbe belefolyni jobban. Nekünk is új lesz, hogy mi lesz ott. És közösen zenélnél velük? Igen, csak erre nincsen lehetőség most, mert egyszerűen azt össze kéne próbálni. Tehát mi nekünk annyira, most annyit küszködünk ezzel is ráadásul, hogy két koncert lesz, ugye, és akkor mind a két nap teljesen különböző program lesz. Tehát az nekünk 290 perc, és ezeket összepróbálni, így ez nagy munka, és ott vagyunk minden vasárnap a próbateremben, és akkor csináljuk, és akkor még úgy felkészülni, hogy a Kalákával és a közösen akármit, azt nem is tudom, mikor tudnánk ezt összehozni, összepróbálni egyáltalán, meg velük is nagyon elfoglaltak, úgyhogy ez így kimarad, ez biztos, hogy nem lesz most ilyen. Lehet, hogy a későbbiekben lesz, tehát nem azért, mert elzárkozik a zenekar, vagy ők is azt hiszem mondták is, hogy lehetne esetleg, hogy akarunk-e ilyet, de egyszerűen technikailag ez nem fér bele az időbe most. És amúgy a Kalákát beszéltük meg, hogy hát, ha megvalósul. Téged meg szoktak keresni már zenekarok, kooperációk, közös projektről, ír nekik zenét? Hát ilyen, hogy írjak zenét, így nem nagyon. Meg régebben volt kicsit több, de nem tudom, 4-5 megkeresés volt. És én ezt van, amikor volt, hogy intrót csinálni, vagy csak egy szinti sávot, vagy szinti szólót, és akkor azt én megszoktam általában, de mostanában már nem is keresnek. Hogyha keresnének is, akkor én nekem így nincsen erre időm. Tehát én ezt így megbeszéltem magammal, hogy most nekem ez a TC az, ami prioritás, és akkor tényleg annyi energia belemegy, meg annyi az összes időm, meg tényleg ekkörül forog, ezekkel fekszek, így vagy a dalírásra, vagy a stúdiózásra, vagy a próbákkal, vagy a gyakorlással, hogy nem nagyon van időm nekem másra, hogy emellett még dolgozom is, meg család, minden, és akkor így nem szívesen
áldoznék időt meg energiát másra már, mert egyszer nem fér bele. És van olyan zenei projekt, amit szeretnél még megvalósítani a PC-n kívül akár? Hát igazából ebbe belefér már lassan minden. Tehát így amit csak így elképzelek, az nagy részt az bele tud kerülni a TC-be. Azért vannak ötleteim, amik esetleg egy külön lemezt igényelnének, de ez még csak fejben van. Meg ahogy mondtam, így nincs rá nagyon kapacitásom. De elképzelhető, hogyha most az utolsó lemezt, a következő TC-t így befejezem, akkor ez a 12. lesz, és akkor most egy kicsit félrerakom ezt, és majd akkor valami mással foglalkozok, de ez is még csak terv. Meg meglátjuk, mert mindig kitalálom ilyeneket, hogy majd befejezem a lemezt, és akkor majd egy hónapig csak kirándulok, de aztán persze sose jön össze, és akkor csak az lesz a vége, hogy kezdtem a következő lemezt. Mennyire látsz előre, mennyire tervezel, mennyire vagy ilyen tervezős? Itt gondolok akár a zenekarra, hogy ezt összetartani, életbe tartani, felkészülni, próbálni, és akár az albumokkal, akár más projektekkel, akár a saját projektekkel, hogy mennyire előre tervezel, mennyire előre látsz előre? Hát annyira látok előre, hogy a következő lemez, azt tudom, hogy már megvan nagyjából, keverés lesz, aztán hogy klipet kell csinálni rá, az is megvan, hogy mikor, utána meg fogalmam nincs, hogy mi lesz, tehát ez a szépsége az ügynek, hogy nem tudom, hogy mi fog történni. Holnap után a zenekarral ugyanez van, hogy azt tudjuk, hogy jövőre játszunk itt, azt tudom, és aztán azon kívül semmit nem tudunk. De jó is így, nem is akarom tudni, hogy legyen meglepetés. Akkor itt ez benne van, hogy lehet, hogy akkor mondjuk jövőre még lesz pár koncert, és akkor ez a fejezet lezáródik, vagy szeretnéd ezt mindenképpen a zenekarra gondolok, így egyben tartani. Szerintem ez nagyon jó, amíg ez tud működni, hogy mindenkinek oké, és megáll a saját lábán, meg hogy tényleg jól érzi magát mindenki, ez szerintem addig mehet, amíg ez megy. Hogyha utána valamiért nem megy, mert nyilván előfordulhat, mert ezért sokan is vagyunk, meg akármi közben jöhet, akkor meg egy jó kör volt, ami megérte, és mint mondtam ezt nekem, ez egy bónusz az életben, ez a koncertkör, amire nem gondoltam soha, legalábbis az elmúlt 20 év, hogy ilyen lesz, és akkor lehet, én nagyon örülök, hogy ezt megcsináltuk, és hogy van, de hogyha ennek egyszer vége lesz, akkor annak is örülök, hogy akkor legalább ennyi meg volt. A műsorunkat a Nemzeti Kulturális Alap és a Hangfoglaló Program támogatta, innen is köszönjük nekik. A korábbi adásokat is a YouTube csatornán megtaláljátok, érdemes azokat is megnézni, és további adások is fognak majd érkezni más csapatokkal, zenészekkel. Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Sziasztok. Sziasztok.